Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ma képletesen, meg szó szerint is foglalkozunk Brüsszellel. Először is azon kérdés mentén, ami sokakat foglalkoztat a kormány körül, hol van már a pénz? másfél milliárd euróról van kb. szó, a hat és félből, és ezek a pénzek, ha decemberig nem oldjuk meg a jogállami mechanizmust, akkor ezek a pénzek elveszhetnek. És tök jó esély van arra, hogy el is fognak veszni, mert egyelőre nem úgy néz ki semmi, hogy, hogy ez sikerült megoldani. Még nehezíti a helyzetet, hogy, hogy most váltás lesz. Az a kérdés, hogy ez sikerül ebben alkudozni a Orbán Viktornak, olyan vezető lesz, akinek a megválasztása szükség van az ő szavazatára is, és akkor cserébe adni kell valamit, mert ha nem ez lesz, akkor az elég szíves, mert akkor nem lehet megoldani decemberig ezeket, mert nagyon nehezen lehet megoldani, és akkor végleg elvesztünk pénzeket, ami a mostani elég problémás költségvetési helyzetben azért nem hangzik majd jól. De kitérünk arra is, hogyan próbálják újraírni az EU gazdasági stratégiáját földrészünk vezetői ezekben a napokban, és arra is, hogy miért nem lehet békében populista konferenciákat tartani Brüsszel városában. Pázsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Kerner Zsoltál, EU ügyi szakújságíronkkal, azt hittem az EU ügyi lesz a nehéz szó, de a szakújságíró bizonyult annak vagyunk ketten a stúdióban. Hello! Hello! straight out of Brüsszel, mit csináljál te Brüsszelben? Ö, kohéziós pénzeket. Szeretnél? Kutattam. Hát a szerzés az túlzás, az nem az én feladatom, de két... Uh, hát most az van, hogy a végén vagyunk ennek az öt éves ciklusnak, ameddig a parlament mandátuma tart, és akkor az nagyjából minden mást meghatároz. Hát eddig tart a bizottság mandátuma is, meg minden másé, és uh, most egy csomó esemény van Brüsszelben arról, hogy mondjuk hogyan kezeltük a regionális fejlesztési forrásokat az elmúlt években, meg ilyenkor a parlament, meg a bizottság helyi uh, ilyen... Uh, Reprezentációi is csinálnak különböző utakat, háttérbeszélgetésekkel, meg mindennel, a kicsit vegyesebb újsági rogárdával, mint aki egyébként foglalkozik EU-s ügyekkel. Két ilyen eseményen voltam most, de a fókusz azért a, 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 nagyjából a kohézis pénzeken volt, meg hogy a, mi az, amit megkapunk, mi az, amit nem kapunk meg. Megtaláltad őket, ide adják? Fú, itt nagyon érdekes lesz egyébként a következő fél év. A, nem, nem adják ki, egyébként ez a válasz. Mert egy részét ide adták, mert ugye, az van, hogy három szinten vannak a mi pénzénk befogyasztva, minden cikkbe leírok, és mindig el is mondok. Van egyrészt a jogállami mechanizmus, amit rendesen feltételességi mechanizmusnak hívnak, ez egy költségvetési védelmi csomag. Itt a többi miniszterelnök szavazta meg, hogy egy részét a magyar pénzeknek függesszék fel. Van a helyreállítási alap, ami az EU költségvetésén kívül van, óriási pénzösszeg, erről a bizottság nem döntött, hogy nem kapjuk még meg ugyanazok az elvárások vele szemben, mint a jogállami mechanizmusban. Tehát azokat kell teljesíteni, és akkor elvég mindéket megkapjuk. És ezeken felül voltak ezek a feljogosító feltételek, az EU 7 éves költségvetésének a részei, mint szabályok, ha valamelyik tagállamban bizonyos dolgok nem szerepelnek meg az EU alapelveinek, akkor azokat nem kell odaadni a bizottságnak. Ez a bizottság saját döntése, tehát ez nem kell az, hogy miniszterelnökök szavazzanak róla, Szerencsére, és emiatt tudta a bizottság feladni ezt a 10 milliárd eurót, amin csak ez a blokkolás volt, és volt mellette még kb. 5 milliárd euró, amin volt több típusú tematikus blokkolás, ebből kettőt feloldottak, most kb. 2,5 milliárd euró van, ami, ami nincs feloldva, és nem a, nem a többi miniszterelnök blokkolja, de valószínűleg ezeket nem is fogjuk tudni felszabadítani, mert ezek ilyen kényes ügyek, családvédelmi törvény, meg ilyesmi. Ezek blokkolják részben. Ami viszont ennél is fontosabb, az most a jogállami mechanizmus. Ezt decemberben, ezt két éve ugyan indították. Az utóbbi időben nem nagyon volt előrelépés ezzel kapcsolatban. Itt, itt, ugye írtak nekünk egy csomó ilyen úgynevezett mérföldkövet, amit teljesíteni kell. Ezeknek egy részét teljesítettük, egy részét nem, és egy része meg tök véleményes, hogy teljesítettük-e. Mert hogy olyan dolgok vannak benne, hogy átfogó korrupcióra a stratégia létrehozása, ami hát teljesen nézőpont kérdés, hogy ez sikerült -e létrehoznunk, vagy nem, meg hogy év, év per év alapon csökkenteni bizonyos adatokat. De itt a magyar kormány feladata lenne az, hogy azt mondja, hogy ez kész van, ezt vizsgálja meg a bizottság, és akkor utána szavazzanak róla a miniszterelnökök. És a két év az azért fontos, mert van ebben egy úgynevezett N plusz szabály, ami azt jelenti, hogy ezek a pénzek eddig csak befagyasztva voltak, Viszont két évvel a folyamat megindítása utánik, hogyha nem szedik megoldás, akkor időarányosan azok a pénzek elvesznek örökre. Itt másfél milliárd euróról van kb. szó a hat és félből, és ezek a pénzek, ha decemberig nem oldjuk meg a jogállami mechanizmust, akkor ezek a pénzek elveszhetnek és tök jó esély van arra, hogy el is fognak veszni, mert egyelőre nem úgy néz ki semmi, hogy, hogy ez sikerült megoldani. Még nehezíti a helyzetet, hogy, hogy most váltás lesz. Tehát új parlament jön, teljesen máshogy fognak reagálni, mint a mostani parlament. Meglátjuk, hogy új parlament, erről írtam korábban egy cikket, hogy nagyon nem lesz más. A parlament ugyanaz a többség fogja vezetni, mint most, valószínűleg erősödnek egy kicsit a, a jobbos erők. Ami befolyást jelentett, az az, hogy a két néppártól jobboldali párt egyesül, erre most kicsit több esély van, mint korábban volt, de azért nem olyan nagyon sok. És új bizottság jön új vezetőkkel. És ez lelassítja a következő mondjuk három hónapban azt, hogy mit tud csinálni a bizottság. Ez most erről nincs is tárgyalás. Én úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban bármi előrelépés lenne. És akkor a nyár végére felállhat az új bizottság, ők vizsgálhatják a dolgokat, és akkor az utolsó pillanatban lehet szavazás még a tanácsban arról, hogy ezt, ezeket a pénzeket végleg elvegyék -e törünk, vagy ne, de az majd az akkor érő viszonyok alapján és nyilván itt, a, ahogy a legutóbbi alkalommal is, amikor bizottsági elnököt választottunk, akkor ugye az volt, hogy a, a meg nem erősített szerint von der Leyen támogatásért cserébe az Orbán azt kérte, hogy a választásig ne induljon el a jogállami mechanizmus. És nem is indult el. A választás másnapján indult el. Szóval hogy ez elég jól mutatja azt, hogy lehetett ilyen díja, és nem lenne kizárt, hogy most is azt kéri majd, hogy akkor a, nem tudom, ezt oldják meg, még az év végéig a támogatásért cserébe, meg mondjuk a hetes cikk szerinti eljárásnak a mostani folyamatát, ami semmilyen következményhez nem vezet, az zárják le, és ne indítsák meg a 7.2-est, ami meg már hosszú távon a szavazati jog vezethet. Az a kérdés, hogy ez sikerül ebben alkudozni a Orbán Viktornak, olyan vezető lesz, akinek a megválasztásához szükség van az ő szavazatára is, és akkor cserébe adni kell valamit. Mert ha nem ez lesz, akkor az elég szíves, mert akkor nem lehet megoldani decemberig ezeket, vagy nagyon nehezen lehet megoldani, és akkor végleg elvesztünk pénzeket, ami a mostani elég problémás költségvetési helyzetben azért nem hangzik majd jól. De itt egy csomó minden történt a. a az év következő felében, még jobban nehezíti az év következő felében egyébként mi leszünk, Magyarország lesz az EU soros elnöke, és mint őszinte pártatlan közvetítők kellene működünk ezekben a folyamatokban, miközben épp az életünkért harcolunk. Csak annyit teszek hozzá a kontextus kedvéért, hogy ennél nagyobb összegű kiigazítást jelentett be Varga Mihály múlt héten, illetve másfél milliárd euró az nagyjából annyi, mint a Mészáros Lőrinc és Vidéke csoportnak a mostani becsült piaci értéke. Hát ez csak egy cég, nem ennél azért vagy ez a teljes cég annyi? Másfél milliárd? A M Mészáros Lőrinc felbecsült vagyona. Aha. Igen. Ez 600 milliárd forint. 6-700 közé taksálják most őt. Igen. Szóval sok pénz. Egy Mészáros csütörtök délelőtt beszélgetünk annak a másnapján, hogy a Brüsszel ki polgármester megpróbálta meg akarázni az Orbán Viktor és barátai konferenciának a megtörténését, vagy a kiszolgálását és az arra való bejutást, egyébként egészen hajmeresztően PTA-nél és sikertelen módon, ami ugye egyszerre fekete napja a tegnapi nap a szólás meg a gondolatszabadsága híveinek, meg azoknak is, akik azt gondolják, hogy a miniszterelnök úr jobban tenné, hogyha azon dolgozna, hogy a Székesfehérvári megyei kórházban legyen hétköznap délelőtt a ahelyett, hogy szándékosan megosztó ügyekben exponálna magát a nemzetközi szintéren. Ugyanakkor a belga jogrendszer számos hívének meg valószínűleg egy piros betűs ünnep, hiszen még egy aznapi végzésben azt mondta az illetékes helyi bíróság ennek a polgármesternek, hogyha szabadon lefordíthatom, hogy ne szórakozz el, hülye gyerek. Igen, ugye a... itt amiről szó volt az, hogy a polgármestereknek, á, ah, jó, kezdjük messzebbről. Szóval Brüsszel az nagyjából olyan ebből a szempontból, mint Budapest, csak nincs még egy annyira erős főpolgármestere sem, mint Budapestnek. tot ott is városrészenként, kb. az itteni kerületnek megfelelő méretekben vannak helyi vezetések, és akkor van egy, egy összregionális tanács, ami ezeket koordinálja, és itt most az egyik, az egyik legsűrűbben lakott a városból egy picit kieső, tehát így a város, a centrum szélén lévő kerületnek ez a San José nevű kisvárosnak a polgármestere volt. Nekik van egy olyan jó körük, hogy ha azt látják, hogy egy rendezvény az valamilyen, nem tudom, balhéra adhat okot, akkor ezt bezárathatják. Egyébként nem záratta be valójában, csak nem engedtek be új vendégeket, aminek valójában a felépők között is csak egyetlen vesztese volt a Erik úr francia mm, szélsőjobbos uh, előadó, ő, ő, egy nappal később szólalt fel. Meg a másik, ami ennek egyenes következménye volt, az a kaja, mert hogy elvég nem engedtek be kaját se, és ezért a szakácsoknak improvizálni kellett, és nagyon szórakoztató képek jöttek ki abból, hogy miket szolgáltak föl ott, mert hogy uh, volt egy gigantikus répa, amit felszolgáltak. <laughs> szóval ez volt az egyik kaja, meg nem tudom, gomba és popcorn keveréke. Tehát ezt Orbán Viktorik a Jöbos gyűlésen. De a... Így már értem, mert hogy ránéztem reggel, amikor értem befelé a politikóra, ahol egyébként erről lényegesen több szó van, mint arról, hogy és ezek az, <laughs> az Európa Tanács, hogy meghatározza a Föld és és következő évtizedekről alkotandó stratégiáját, és nem értettem, hogy miért volt egy akkor most már értem. Ezért igen. De a, a, ami valójában érdekes ebben a sztoriban, szerintem az viszonylag rövid rész. nyilván, hogy ezt úgy nézzük, hogy uh, szólásszabadság, meg hogy erre a konferenciára valószínűleg senki nem figyelt volna világon, hogy ott mi hangzik el, hogyha nincs ez. De hogy június 9-én nem csak LP választások lesznek, hanem Belgiumban szövetségi és regionális választások is. ahol eléggé megerősödtek a, a flamand, ilyen szeparatista erők, ez a Flams Belang nevű szervezet, a, megerősödtek az nyilván belga szinten, tehát, hogy itt ilyen állandó koalíciós kényszer van, meg nyolc szintű kormányzás, meg ilyenek, Viszont, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy miért, mit miért csinál egy belga polgármester, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy két hónap múlva ott parlamenti vagy regionális választások vannak, ami nőt is újra kell, hogy válasszák. És ez a politikai logika pedig egy nagyvárosnak a szocialista polgármestere az esetleg szavazatokat tud szerezni azzal, hogy bezár egy általa szélsőjobosnak tartott konferenciát, miközben meg azok az emberek, akik Magyarországon meg Lengyelországban háborognak ezen, azok nem tudnának, hogyha akarnának se rá szavazni, vagy az ellenfelére. Szóval szerintem itt van egy elég erős politikai logika is, még úgyis, hogyha a nagy egész tekintetében ez egy elbukás. Hát csak politikai logikában menne. Igen. Hiszen nem ért el a célját, és hogyha jól értem a vonatkozó részét a belga jogrendnek, akkor nem is volt benne a pakliban, hogy elérje. Hát benne volt a pakliban, itt a bíróság döntött úgy, hogy mert hogy a, arra hivatkozott Zemil Kír, hogy a, a polgármester, hogy a, az antifák ellentüntetése a konferencia ellen, az veszélyt jelentett a közrendre. Ö, hogyha az antifák anti ellentüntetése akkor lett volna, hogy valóban veszélyt jelent, akkor lehet, hogy ezt jóvá de hát nem az volt, hanem más van ember és háborogtak, szóval az ellentüntetés mérete miatt döntött úgy a bíróság, hogy nem találja jogszerűnek azt, hogy így döntött a polgármester. Meg hát ebben nyilván sem segített, hogy eleve kimondta azt, hogy a politikai okokból nem akarja ezt megtartani valójában, csak egy más szabályt használ erre, mint ami való lenne. Térünk vissza, vagy térünk át oda, hogy Európa tanács és a héten zajló ülésük. Elméletileg, hogyha nem lett volna ez az identitás hiszti a tegnapi napnak a fősztori, akkor tegnap Külpolitikáról, Ukrajnához való viszonyról, Törökországhoz való viszonyról lett volna szó, ma meg gazdasági elképzelésekről, olyan apróságokról, hogy az EU meg a, azon belül az eurozóna az hogyan nem fog drámaian és végérvényesen leszakadni az USA-hoz meg Kínához képest és ha még az EU-val foglalkozó politikó kiadásnak sincs bent ez az első tíz címében, akkor lehet arra következtetni, hogy az áttörés az egyelőre elmaradt. Ez egy eleve egy különleges, vagy ilyen rendkívüli tanács, ami most van, szóval én nem is nagyon várt senki ebből ilyen igazán durva megállapításokat. a külpörös részéből nem is lehet a standard, de Törökországgal való viszonynál ott sikerült megbékeltni tetni Görögországot és Ciprust, hogyha jól értem a konklúziókat, amiket kiadtak utána. A Iránnál szankciókat fognak kivetni a dróngyártásra, aminek semmi ilyen következményes értelme nincs. De abból a... a szempontból kerek történet, hogy ugye az iráni-izrael elleni vasárnap hajnali vagy szombat éjszakai rajtaütés is egy ilyen igazából egy ilyen eljátszott rajta ütés volt. Ja, Kb. küldtek mellé egy térképet, hogy hova kell majd lőni, amikor jönnek a drónok, és akkor most betiltjuk azoknak a drónoknak a kereskedelmét, amit amúgy sem vásárolt senki az eu Igen, bár egyébként szerintem az irányi támadás az még érdekesebb, én tegnap nagyon sokat olvastam euh, légvédelmi rakétarendszerekről, rendszerekről, pont ezért, mert szerintem iszonyú érdekes, hogy milyen hiba le tudták ezeket szedni többek között, úgyhogy a közepes hatótávolságú balisztikus rakéták is voltak benne, meg hát az űrháborúnál tartunk. Azért az, hogy ezt most én nem fogom kifejteni, csak szerintem teljesen szórakoztató az, hogy ez... Figyelj, kohéziós pénzekről, meg a, <gül> <gül> meg a közös piacról fogunk beszélgetni a hátralói részben, úgyhogy mondd el az űrháborút. <laughs> hogy szerintem, az, hát eleve érdekes azt látni, hogy az emberi történelem első űrháború cselekményét azt a részben a jemeni huszik vívták meg, mert ugye volt korábban, hogy Izraelnek van egy ilyen nyíl nevű rakétavédelmi rendszere, közepes hatótávolságú balisztikus rakétákat is le tud szedni, amik azért annyira gyorsak, mert az atmoszférából lépnek be, atmoszférán kívülről lép, lépnek be az atmoszférába, és úgy esnek rá a célpontra. És a... De honnan indulnak? Hát a földről. Tehát nem az űrből lövik ki, viszont a... Tehát a, a földről kilövik az űrbe, majd visszajönnek? Igen, és akkor valahogy én nyilván nem értek ezt különösebben, de amennyire értem, itt az történik, hogy kimegy az atmoszféren kívülre, és utána beesik, és iszonyatosan földgyorsul. ettől is úgy talál célpontot. és ha a huszig kilőttek egy ilyen rakétát, és ezt a annyira a az, az űrben szedte le. Tehát ez volt az első űrháborús cselekmény az emberi történelem során, és most volt megint egy pár, mert hogy most az irániaknak ezeket a rakétáit is legalább egy részét az űrben szedték le. Nagyon érdekes videók vannak egyébként, tökre ajánlom, a Twitterre kirakták. Hogy... Mert hogy ez nem úgy néz ki, mint a a vaskupola, ahol ugye ilyen fénypöttyöket látsz az égen, ahogy szedik le a kis, kis hatótársaságú rakétákat, hanem itt azt látod, hogy egyszer csak egy ilyen lila koncentrikus kör így az űrben, mint a filmekben kijön. Tehát egy ilyen tök nagy robbanás. Csak nyilván távolról látod, és ezért kicsit csak nagyon érdekes, hogy nem is érted első, hogy mi az, amit látsz. Na mindegy. Szóval egy ezért nyugözött le engem ennyire ez a történet. Ennek a... a... Pontossága. Szóval ugye ez érdekes volt, ami ezzel kapcsolatban az EU tanácsban történt, ez kevésbé. Itt, ami a nagy fejlemény az, hogy Németország ad uh, Patriot légvédelmi rendszereket, ami kapcsolódik az előző uh, témához. Végre sikerült kiszurkolni a németekből, hogy adjanak én légvédelmi rendszereket. Ezekkel kapcsolatban... Ugye, az ukrajnának. Ukrajnának. Ezekkel kapcsolatban az volt körülbelül a probléma, hogy a Patriotoknál, ahogy minden másnál is, a Storm Shadow-nál, meg a, a, franciák ilyen cuccánál is az kell, hogy a saját, tehát hogy, hogy itt kellene konkrétan németek, akik, németek hozzá, akik becélozzák ezeket a cuccokat, ami egy határátlépés lehet az oroszok szerint, bár eddig is mindenki tudta, hogy egyébként vesznek részt ezek az emberek benne, hogy, hogy ezeket a rendszereket becélozzák, sőt, egy csomószor a célkódokat vagy koordinátákat is ugye az amerikáktól kapják meg, akiknek ott repülnek a repülői szépen a Fekete-tenger fölött, itt volt egy nagyon nehéz pont, hogy ez német katonák is kellettek. Most azt nem tudom, hogy ezt hogy sikerült végül megoldani, hogy mindenki elfogadta a tényt, hogy igen, ez német katonák is kellene, ahogy mindegyik máshoz kellettek a NATO katonák, és akkor ezen átugrottak, de végül ez volt az németek fővtek mindenkinek figyelmét, hogy hát ők is adjanak cuccokat. Amúgy meg az Európában működő Patriot légvédelmi rendszereknek egy elég jelentős része már Ukrajnában van így is, szóval olyan nagyon sok mindent már nem is lehet odaadni. De nem, nem döntöttek új támogatásuk Ukrajna oldalán. A mai nap az érdekesebb lesz ebbe az egészből, mert ma ez az ilyen EU-s versenyképességnek hívott valami, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy Európa megpróbál nem végleg lemaradni az Egyesült Államoktól és Kínától kétféle elképzelés van arra, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Az EU-s vezetők elképzelése az nagyjából az, hogy iszonyú pénzeket költünk a gazdaság fölpörgetésére, ezeket a pénzeket valonnan be kell szedni. Vita van arról, hogy ezt kitelből szedjék-e be. A magyar kormány ezt nagyon nem támogatta, valószínűleg most se fogja. Olyan nagy szerepe egyébként ebben a szempontban nincs is a magyar kormánynak, de hát rá kell burintani a döntésre. Akkor a Margaret Vestager biztos ő, ő alapvetően arról beszélt eddig, hogy hogy nem ez a megoldás, hanem az, hogy akkor az ilyen szabályozási és egyéb ilyen rettébb korlátokat, azokat bontsák le, és hogy legyen rugalmasabb, meg, meg kevésbé szabályozott az Európai Unió, ami szerintem egy tök releváns érv egyébként, mert hogy az Egyesült Államok csomó szempontból ezért működik gyorsabban, mert nincs ennyi szabályozás. A, az EU-s szabályozás kérdése az meg egy, megint egy nagyon messzire vezető vita, mert hogy nem, ez nem egy akkor bürokrácia, meg nem egy annyira szabályozott bürokrácia, hogy ezt az euroszkeptikusok szeretik elmondani. Vannak ugye ezek az ilyen klasszik tizinfó cuccok, hogy a banánnak a görbületét is Borka. az A Zuborka, nincs ilyen. Tehát ez nem, az hülyeség van egy csomó szabályozás, ami így is fölösleges, és igen, jó lenne, hogyha ezt meg. A Vestager azt mondta egyébként, hogy az Európa nem jó Egyesült Államok, és még rosszabb Kína, szóval inkább az európai megoldásokat kellene megpróbálni ebben az ügyben. Nem tudnak annyi pénzt költeni, amivel fel lehet venni a versenyt az utámokkal. Ami még érdekes, hogy két volt hol az államférfi pár, egymással párhuzamosan ír két jelentést a Európai Unió versenyképességére. Ezért az Enrico Letta, aki a, azon a kohéziós fórumon is ott volt, amin én voltam. Akit egyébként egy valószínűleg azóta már javított el a politikon, Olaszország miniszterelnökeként emlegetnek, és hátrahököltem a villamoson, hogy mikor és mi egy Georgia Meloni-val. <há> hát az De... volt valaha, igen. Meg a Mário Draghi is ír egyet. Aki volt az Európai Központi Bank elnöke, és utána szintén olasz miniszterelnök is. Elvileg nem egyeztettek, tehát hogy beszélgettek, de nem mutatták meg egymásnak még a papírt, úgyhogy majd kiderül, hogy mi van mind a kettőkében, és akkor nyilván erre alapozva lesz valamilyen döntés. Én szerintem nem, nem fog ebből jelentős döntés születni most a mostani csúcs után. Felvetések azért vannak benne jelentősek a lettájéban a beszéd alapján olyan spik szerepelnek, mint hogy a vigyék ki a közös piacra az energetika, a telekommunikáció meg a bankok ügyét, ami Olasz perspektívából nézve valószínűleg tényleg jó ötlet, hiszen a, hogyha európai óriásbankok lennének, akkor azok olasz, francia, német és talán spanyol bankok lennének. Igen, ez egyébként a, hogy erről mindig a vasúti közlekedés jut eszembe, amiről volt kollégán Kálmán Attil érdekes, nagyon hosszú cikket arra, hogy miért nem lehet összehangolni az európai vasúti közlekedéseket, még úgy is, hogy a szabályrendszer lehetővé tenni ezt, szóval valójában persze, meglátjuk, hogy lesz ebből bármi. De a felvetés önmagában érdekes. Ja igen, még eszembe jutott még egy dolog érdekes a tanácsban, hogy a, át akarják nyomni a csehek azt, hogy a, és a, ha jól emlékszem, a és a belgák közös Kezdeményezése, hogy van ez az Európai Ügyészség, amihez minden ellenzéki csatlakozni akar Magyarországon valamiért, és hogy ezek, ez eddig csak EU-s pénzeket érintő bűnügyeket vizsgálhatott, és hogy vizsgálhassa a propagandát, maga dezinformációt is. Ami érdekes kérdés, hogy miért kellene az ügyészségnek vizsgálni. A cselek nyilván arra hivatkoznak, amiről legutóbb beszéltek, hogy az oroszok konkrétan megvettek pár fd képviselőt, és többeket egy ilyen hálózatba szerveztek az Európai Parlamentben. És most erre építenek gyakorlatilag minden kampányt. Szerintem lehet a dolog mellett érvelni. És mi lenne azért mellette, hogy egy ügyesség vizsgáljon a propagandát? Hát valamilyen intézménynek kéne, és hogyha amúgy is van erre infrastruktúra, akkor miért lenne egy párhuzamassó hivatal. Mm. Hát annyiban, ugye bonyolultabb, hogy az EPPO Európai Ügyesség az nem egy. Hát úgy hivatalos EU-s szerv, hogy az egy ilyen megerősített együttműködéssel létrehozott valami, ami az EU-nak egy hivatalos együttműködési formája, amiben nem vesz részt minden ország. Tehát azok vesznek részt, akik csatlakoznak önként hozzá, és mint az EU hivatalos rendszerén belül működő szerv működik, de nem egy ilyen teljesen útlefedő valami. Tehát mondjuk Magyarország nem csatlakozik, azok a magyar propagandát nem tudják vizsgálni, amúgy se. De nincs is. <laughs> Volt alkalmat találkozni látogatásod során a baloldali szocialista leendő európai frakció csúcsjelöltjével, tehát az ő bizottságot vezető, megvezetni szándékozó jelöltjükkel, aki hát így előre kódolható, hogy a legmagasabb szintű olyan jelölt, aki aztán nem lesz befutó, hiszen a pártcsaládja nem fog nyerni. Legalábbis a mostani projekciók szerint ez ugye az a pártcsalád, amihez a, a DK-sok mellett az MSP leköszönő korábbi képviselője is tartozik most. Hát most ugye közös dk párbeszédlista van, tehát igen, amúgy a, az eddigi delegáció az öt tagú volt, a szocialistáknál ebben a négy képviselő és új helyi István tartozott bele, ugye már a végén nem volt mszp -s. Most erről a közös listáról, akik bejutnak, azok valószínűleg igen ebbe a párcsátba ülnének bele, de egyébként nem elvárás az, hogy egy listáról bejutó emberek ugyanabba a párcsátba üljenek, ahogy ez például a Fidesznél is van, mert a Fidesz ugyan kilépett az Európai Néppártból, de az egyetlen KDNP-s képviselő Hölvényi Györgyő még az Európai Néppárt tagja. Tehát most is az lenne egyébként, hogyha a mostani Fidesz is, mert például bejutó helyen van a hölvényi, akkor egy képviselő onnan az Európai Néppártba megy, a többiek egyelőre párt nélküliek, és aztán lehet, hogy nem tudom, hogyha sikerül belépni valami pártba, akkor lehet, hogy a KDNP is átlép. Vicces lenne minden esetre, hogyha a Magyar Péter vágyai összejönnek, és akkor nem tudom, a KDNP és a Tisza párt együtt ülnek majd az Európai Néppártban. De elkalandoztunk Schmidt úrtól, <laughs> akiről valójában azt szeretném kérdezni, hogy van-e van, -e, van -e egyáltalán agendája, és hogyha igen, akkor az agendájának van-e olyan eleme, ami egy borítékolható lendő nagy koalícióban valamiféle alkalap lehetne és megvalósulhatna, amiért figyelnünk kéne arra, amit ő mond. Ezt próbáltam, hogy ebből én is kideríteni. Egyébként ez egy ilyen szűk körülbeszélgetés beszélgetés volt, hogy ő eljött az MSZP, DK, vagy DK MSZP párbeszéd kongresszusára, hogy támogassa ezt a baloldali listát. Előtte a DK a Európai Küldöttsége szervezett egy háttérbeszélgetést, és ott próbáltam én is kideríteni ezt, hogy milyen baloldal nagy ötlete. Itt ugye az egész koncepció nagyon hogy ez a, van ez a Spitzenkandidát, kandidát, egy csúcs jelölti rendszer. Ezt arra találta ki az EP, hogy ne teljesen zárt hajtók mögött válasszák ki az EU vezetőit, mert hogy most ez történik. Az Európai Bizottság elnöke az EU legfontosabb vezetője. Semmilyen beleszólása nincs senkinek abba, hogy hogy választják ki. Zárt ajtók mögött a miniszterelnökök döntenek róla. Az EP azt próbálta elérni, hogy az európai parlamenti választások eredményét figyelembe véve a legerősebb pártnak, vagy a legtöbb mandátumot szerzett pártcsaládnak a Kijelölt csúcsvezetője legyen az, akit kiválasztanak a miniszterelnökök. Ez egyszer sikerült Jean-Claude juncker és utána nem sikerült a következő alkalommal, amikor Manfred Weber volt a néppárt csúcsjelöltje, ő nagyrészt Orbánon bukott meg, és aztán az Ursula von der Leyen, meg nagyrészt Orbán és Macron segítségével lett végül bizottságelnöke és azt próbálják elérni, hogy ez most is így legyen, ki is adtak egy közös nyilatkozatot is egyébként pár családok között arról, hogy, hogy azt szeretnék, hogy ez működjön, valószínűleg nem fog működni most se, most von der Leyen a néppárcsúcs jelöltje. nagy kérdés, hogy ő újrazni tud-e, Viszont a szocialisták ilyen sajátos helyzetben vannak, mert szerintem ők Tök, és ez elő is jött az interjúban, hogy ők nagyon alul reprezentáltak ahhoz képest, hogy ők az EP második legnagyobb párt családja. Tehát nem sokkal vannak lemaradva a néppárthoz képest, és hogyha most megnézzük meg a négy legfontosabb posztot, ami a bizottságelnök, a tanácselnök és a, parla a parlamentelnök és a külügyi főképviselő, abból csak a legutóbbi, Josep Borrell az, aki szocialista. És az európai parlament elnöki posztját adták még az első, mert az nem öt éves ciklus, hanem két és fél éves ciklus, tehát kettő van bontva, és az elsőt a szocialisták adták, a másodikat szintén a néppárt, miközben a néppárt adja a bizottságelnökét, és a tanács elnöke meg a liberálisoktól jön. Ami ott végül is még logikus, mert a tanácsban meg a liberálisok a második legnagyobb ilyen pártcsalád, mert hogy több liberális miniszterelnök van a tanácsban, mint amennyi szocialista, de a szocialisták nem állnak jól. És itt ugye az lenne, hogy akkor a második helyzet pártnak a csúcsjelöltjét, az legalább más posztra vegyék figyelembe, hogy mondjuk nem tudom, a parlamentelnök vagy a tanácselnöke lehessen, szerintem egyik sem erül most épp föl. Én Nikolás Schmidt, akiről beszélünk, ő a szociális ügyekért és foglalkoztatásért felelős biztos, ez eleve nem egy nagyon jelentős portfólió. Neki az itteni látogatását, az külön érdekessé teszi egyébként, hogy most ugye a gyógycsányék mellett szólalt föl, már az Európai Unió bizottságának egyik biztos, ami nem egy fura dolog, de nagyon sok biztos kampányon most, így, és az egész tök fura. Viszont egy hónappal előtte meg azért jött Budapestre, hogy Pintés Sándorra mellett mosolyogjon, özvetlenül azelőtt, hogy felszabadítottak volna két milliárd eurónyi forrást, a, amiből részben a tanárbérek. Emelését is fedezni tudják. És ezeket én úgynevezett tematikus feljogosító feltételek blokkolták. Egy részük az akadémiai szabadsággal kapcsolatos volt az oktatással, egy másik részük meg a nemek közötti egyenlőséggel, tehát két politikai tök kényes téma, és igazából elég felületes indoklással szabadították ezeket föl. Ezt akartam mondani, hogy akár az akadémiai szabadság, akár a nemek közti a tárgyában, hogyha jelentős előreglépés történt a hazámban, akkor én lemaradtam róla. Mindenki lemaradt róla egyébként, és a, a Schmidt is csak azt tudta felhozni, mondjuk a tanárok laptopjával hogy abba berenézhet a munkáltató. Arra tök nagy vita volt a. a bizottságban, és még ő is azt mondta, hogy szerintese feltétlenül jó döntés, de ő beszélt a tanárok, és a tanárok azt kérték, hogy ezen múlik a tehát hagyják jóvá, és akkor ők ezért döntöttek, mert hogy, hogy, a tanároknak kell a pénz. De a, már abból is óriási Bahé volt, amikor a 10 milliárd eurót felszabadították, ott, ott ugye volt egy ilyen úgynevezett horizontális feljogosító feltétel, ami az összes kohéziós pénzt blokkolt a Magyarországnak, ha az igazságügyi rendszer vélt nem függetlensége miatt. És erre azért elég konkrét lépéseket hozott a magyar kormány, tehát itt elfogadtak egy igazságügyi reformot, pontosan azt, amit a bizottság kért, és ezután hagyták jóvá. De még így is azt mondta a parlament, hogy ez zsarolás volt, és valójában nem tettek eleget. Na itt még ennyi se volt ennél a, két milliárd eurónál, szóval ez egy nem egy igazán jó megmagyarázott dolog, és szerintem egy kicsit furán is veszik ki magát, hogy az a biztos, aki egy hónapja ezeket a pénzeket felszabadított. nem egyedül, mert hogy ez a ilyenkor kollégiumi szavazás van a bizottságban, tehát minden biztos szavaz róla az elnök is, de lehetne az ő személyes döntése is. Tehát, hogy utána egy hónappal később eljön, és a a baloldali lista mellett kampányol. A másik tök Érdekes szót szerintem az volt, hogy én megpróbáltam megfejteni, hogy mi a, a nagy-baloldali üzenet ma. Mert én azt látom, hogy az EP-ben, hiába a Szocialisták és Demokraták a másik legerősebb pártcsalád, nincs baloldali üzenet. A 2019 óta folyamatosan tolódik jobbra a centrum az Európai Parlamentben. Szerintem a migrációs csomag mutatja legjobban, Ez minden idők legjobb legjobboldali migrációs csomagja. Orbán Viktoriknak nem tetszik ez egy dolog, nem mögött nyilván a legegyszerűbb megfejtése valódi, hogy ők nem szeretnék, hogy ez a probléma megoldódna, hiszen ez a probléma nagyon előnyös nekik politikailag. A másik olvashat meg, hogy bár minden időknek jobboldali megoldás kísérlete, de Na. Fidesz az utóbbi időkben hogy bebizonyítsa, hogy mindentől tudnak egy kicsit jobbra lenni. Hát ebben az esetben ugye még Georgia meloni is, aki a szövetség is, neki ez a csomag például. Jó, de jó, itt más, más érdeké van a Kolaszország, Magyarország, egyik Frontország, másik nagyon nem. Na de de lényeg az, hogy kb. mindenben nagyon jobbra ment a az utóbbi időszakban az európai közép. Ha megnézzük a né néppártot, akkor ők gyakorlatilag mindent megtesznek azért, hogy a tüntető gazdákat megpróbálják valahogy lecsillapítani, ezért el is engedik a bizottságnak a korábban ilyen zászlós hajó programjait, mint a természetmegújítási jogszabálycsomag, ami a zöld átmenet egyik nagyon fontos része. Szóval, hogy van egy ilyen fordulat, a liberálisok tök keményen szembe fordultak ezzel, tehát ők egyre keményebben ilyen orosz ellenesek, szélsőséges ellenesek, és akkor ott van a, a baloldal, akik meg tök nehezen tudnak bármivel kezdeni valamit, mert nincsen igazán nagy baloldali gondolat, és közben megnehezíti a dolgokat, azt, a Katargétben masszívan érintettek voltak, az orosz befolyásolásiban nem, de mondjuk ott van például már Robert Fico pártja, hogy ők a szociálnak tagjai, és őket fel kell függeszteni szinte a kormány után azonnal, mert hogy nem akarták azt, hogy amit a néppárt csinált a fidesz szóval, hogy, hogy utána elmondhassák azt, hogy ők be ezek felfüggesztették a Ficóikat. És hát nem is derült ki igazán, hogy mi a baloldali gondolat nagyon jobb oldali gondolatokat mondott nekem erre válaszként egyébként a tanárok megfelelő fizetése, Európa védelme, biztonság és egyebek, a európai értékek, ami szerintem hagyományosan jobb oldali gondolatok alapvetően. A tanárok megfelelő fizetése, ugye nem vagyok ebben biztos, de ugye attól nehéz a feladvány, most gondolkodtam, hogy volt-e bármikor a, nem tudom, a harmadik út olyan európai gondolat, ami baloldalinak mondható. Hát az integráció azt szerintem mindenképpen. a tanárok fizetése az abban a szempontból jobb, de hogy ez egy státuszkót és hierarchiát erősítő. Hogyha visszamegyünk a politika tudomány kezdetéig, akkor ez egy ilyes, ilyesmi dolog, de a teljes európai integráció és a szabad mozgás, szolidaritás, közös költségvetés, azok szerintem inkább egy baloldai ötletek. Tehát ez a... a szabad mozgás, ez... szerintem Hogyha ez... az, ikéb... Tehát az összes olyan szabadság és közös piac dolog liberális gondolatnak tűnik. minden, amit szociálpolitika vagy egészségügy vagy oktatás tárgy körébe tartozhatna, az meg ugye tagállami hatáskör. Tehát nehéz azt mondani, hogy igen, viszont ugye szolidaritást is vállalunk egymásért, hogyha az áruk és a személyek mozgása szabad. Tehát, hogy ez liberális is, meg szerintem baloldali gondolat is valahol. De a nyilván egyébként rá lehet húzni ezt is, hogy jobb oldali, mert verseny van tőle, szóval mindent rá lehet húzni. Szerintem ez könnyebb ráhúzni, de hogyha te ebben látod a hát a baloldali gondolat megszületését, akkor... Hát olyan nagyon én nem látok baloldali gondolatot egyébként. De akkor a frakció figyelmébe ajánlok, hogyha Smith úrra történne valami, akkor Jenner Zsolt megalkotja a szintézist. Köszönöm szépen, hogy Én köszönöm. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. A héten közéleti újságíró kollégáim már igyekeztek megfelelni sokasodó beküldött kérdéseitekre a napi rend utánban és ezúttal a szintén már megjelent Della is elég politikusan futott ki. A többi között Magyar Péter önkormányzati esőjeit latolgatja benne az önkormányzatok szövetségének vezetője, de azt is elmondja, miért tesznek a falvakban a közügyekre a fiatalok. Pénteken meg mindennek tetejébe érkezik az aktuális háromharmad. Ebben a podcastban Kernel Zsoltot és Pán Zsombort hallottátok.